A Kolozsi Tibor szobrászművésszel és restaurátorral készült interjú során nem csak sok hasznos információval gazdagodtunk, hanem egy fontos feladattal is megbízott bennünket. És mi ezt a feladatot is, mint az egész versenyt, nagyon komolyan vettük, és megpróbáljuk teljesíteni. Ez a rövidke videó erről a feladatról fog szólni. Nézd meg, és segíts te is ezt megvalósítani. Ez lesz a ti dolgotok, hogy egy ilyen QR-kódot megszerkesztetek, megtöltsétek tartalommal, mert úgyis akartok dolgozni. Megtöltsétek tartalommal, utána jártok, hogyan született a szobor, felkutatjátok a történelmét, stb. Ráteszitek egy ilyen QR-kódra, és meggyőzitek azokat az embereket, akik döntéshozók, hogy ezt hova lehet elhelyezni, meg hogy mennyire fontos ezt elhelyezni. Tehát én úgy látom, hogy ebben ti tudtok majd segíteni. Utána keresve rájöttünk, régebb valamikor 2013-ban is volt erre vonatkozó kezdeményezés városunkban is, és keresgélve rá is bukkantunk néhány műemlék épületénél. De ezek a QR-kódok már nem működnek. Pedig ezek fontosságáról megbizonyosodtunk az előző videón készítése során is, hiszen, mint kiderült, kevés kolozsvári és még kevesebb turista tud bármit a szoborról. Mi sokat informálódva, utána olvasva el is készítettük a Mátyás szoborra mutató QR-kódunkat, amely a New York városi műemléktáblákhoz hasonlóan nem csak írásos információkat ad a kíváncsiskodóknak, még a szobor csodával meg is hallható annak története három nyelven, románul, magyarul és angolul is. Ezt a kódot beszkennelve vagy a leírásban szereplő linkre kattintva egy múltbeli telefonhívás részesei lehetünk. A világ bármelyik pontján is élnél, egy kattintással Kolozsvár főtérére repítünk, és visszakalauzolunk az 1900-as évek elejére, amikor maga Fadrusz János lesz az idegenvezetőd, és bemutatja neked a szobrot. Reméljük, meggyőzünk arról, hogy érdemes élőben is megcsodálni a szobrot, és legközelebb, amikor ellátogatsz ide, már a telefonoddal leolvashatod a szobornál kihelyezett hivatalos kódot is. Videónkkal fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy mennyire fontos lenne informáló QR-kódokkal ellátni nem csak a Mátyás szobrot, hanem minden kolozsvári műemléket, hiszen csak úgy őrizhetőek meg a jövő számára, ha ismerjük a múltat.